Na, sziasztok! A mai napon is kaparni fogunk, ahogy megígértem. És képzeljétek, volt még a lottózóba 200 forintos blackjack, ami már nem igazán kapható, sőt, már nem kapható. De én találtam, 17 darabot fogunk lekaparni, 200-asból. Aztán vettem asztrót is, 3 darabot. Jó. Vettem lottólászt. Kicsi a fény, ahogy látom, de majd a függönyt elhúzom. És csak nézem, mert már nagyon össze van keveredve. Azt hiszem 4 darab, de lehet, hogy 3. Igen. És 3 darab. Öhö. Igen. 3 darab 300 forintos blackjack. Nekem a fókuszálása nem tetszik, hogy nem fókuszálja be a dolgokat. Kellőképpen. Mindegy, adtak egy kis fényt. Talán. Így talán jobb lesz. És hamarosan el is kezdem. Próbálok közelíteni, de nem engedi. Ó, nem engedi. Jó. Én elsőként ezt kezdeném el. Nem tétovázunk. Jó, hát akkor kezdjük is el.
Hát ez most. Nos, se baj. Egy kicsit feltűnt, most jöttem haza a munkából, de ehhez nem. Kicsi blackjackekkel nagyon sokat nyertem annó. Majdnem. Majdnem. Fordítva volt. Remélem a videó fogja bírni a hosszúságot. Nem tudom, mennyit bír. Szeretnék live-ot csinálni, gyerekek, de valamiért nem engedi. Vagy lassú a neten, nem tudom. Ez 10 000 lett volna. A lottozóban megláttam ezt a 200 forintosat, mondták, hogy ez az utolsó. Már nem lesz. Hát de még sok helyen lehet találni. Próbálkozzatok. Régen sokat nyertem vele. Hát nem úgy régen, 500, nem? Ez 500. De hiszem, hogy bejön. És bejött! Gyerekek, megint nyertünk. Már 3 nyerünk van. Nagyon szuperül állunk. Igen, ez 500. Ez 1000-es lesz. Gyere! Hú, de jó lenne! Jó jönne! Igen, néha én is azt szoktam nézni, hogy mennyit lehetne vele nyerni először. Ez 10 000. Az asztrónál megállunk egy